egy nagy művet alkottam, melynek nem szabad velem együtt összeroskatnia. Nyíregyháza és a nyírség egyik nagy szerelmese Bárány Frigyes. A népszerű és közismert színművész Budapesten született és 41 éves koráig a fővárosban is élt. Csak 1980-ban költözött Nyíregyházára, azonban manapság már vérbeli nyírségének vallja magát. Nyíregyháza mellett döntött, pedig bármelyik magyar városban szívesen látták volna, hiszen az 1961-ben forgatott Aranyemberben nagy sikert aratott Kacsuka kapitány szerepében. Elengedtem, csak ketten vagyunk itthon. Elnézést a negligéért. Nem te semmi szó. Éppen Debrecenben voltam szerződésben, és volt egy Szász Károly nevű rendezőnk, Isten nyugosztalja. Ő Pesten ugye nagy társasági életet élt, és egy nap valami szakma filmesekkel jött össze, és a Gertler Viktor bácsi, ugye, aki hát az Aranyembert rendeztet, kérdezte: Viktor bátyám, hát mind dolgozol? Hát kérlek szépen, az Aranyembert már majdnem minden megvan, de sajnos Kacsukát nem találok. Hogy? Hát ugye az Iván le van még tiltva, Darvas Iván, hát nem tudsz valami, nem baj, ha nem ismerős, csak karakterbe. És beugrottam én neki, és akkor mondja, hogy itt van a Bárány Frigyes. Új frizurája van, Tímea? Miért nem úgy hordja, mint az előtt? 21 éves koromban itt voltam katona. Hát akkoriban a város Sóstó kivételével nem is tudom, mit mondjak. Hát ugye a városháza meg a pénzügyi palota, vagy hogy mondják? A takarékpalota, helyes. Hát akkor megvolt, de hát akkor még villamos járt, és ilyen nyugi volt minden. No, a nyugalomból azért most is sok megmaradt, annak ellenére, hogy óriásit fejlődött azóta a város, de Pesthez képest, hát ez egy nyugodt hely. Itt lehet közlekedni, lehet sétálni, nem rohannak az emberek, nem lökik félre az embert, szóval, és főleg az, hogy szeretik az embert. Sóstó is nagyon sokat fejlődött, az állatkert például, hát nem tudom, hogy európai viszonylatban vannak olyan dolgok, amik mondjuk itt, amióta én itt vagyok. Szóval a fürdő, ugye, hát az élményfürdő. Hát ezek olyan dolgok, amik régen nem voltak. És most pedig hát büszkén lehet mondani, hogy kérem szépen, tessék, ez Nyíregyháza. Amikor katona voltam, akkor ezt hogyan itt a tirpák? A tirpák, nem tudtam, hogy mit jelent, azóta már tudom, ez a lenéző, ugye, tirpákok. Hát nagyon értékes emberek, meg kell, hogy mondjam. Szorgalmasak, becsületesek, ami nagyon ritka manapság. Tehát ha nem kell írásba adni, ha ő kezet fog, és azt mondja, hogy ez meg lesz, akkor az meg lesz.